Aki még nem foglalt helyet, azt megkérjük, hogy ezt tegye meg mondjuk 5 másodpercen belül, vagy minél hamarabb. És már közben, nem tudom, hogy hallotok. Szóval nem tudom, hogy hallotok engem. De hogy miután helyet foglaltok, gyertek, siessetek, mert lesz egy szuper játékunk, amihez szükségünk lenne 2 darab önként jelentkezőre. Most szuper, itt van egy önként jelentkezőnk. És a másik oldalról is szükségünk lenne egy önként jelentkezőre. Ki az, aki bátor és vállalná, hogy képviseli ezt az oldalt? Erről az oldalról is lehet, hogyha valaki nem. Gyertek, ez egy szuper játék lesz, jó? Biztos vagyok benne, hogy nagyon fogjuk élvezni. A másik oldalról is kéne egy valaki. Figyelj csak, Zsófi, segíthetsz, csak a másik oldalról is kéne nekünk egy önként jelentkező. Léci, Léci, gyertek, valaki, valamki bátor. Szuper játék lesz. Valaki, gyertek, gyertek erről az oldalról. Ígérem, hogy nem foglak titeket megenni, meg semmi. Ez egy önként jelentkező? Szuper! Na, gyere ide szembe velük. Szuper! A játékunk az az lesz, hogy igazából nem is a kint álló önkénteseinknek lesz igazán sok dolguk ebben a játékban, ugyanis nektek lesz sok dolgotok. Nem sokára majd meg fog jelenni a képernyőn különböző szavak, és a feladatotok az lesz, hogy ti, akik itt ültök szemben és látjátok a szavakat, nektek el kell mutogatnotok ezt a szót. Ez nem lesz jó, hogyha mi látni fogjuk a szavakat. És nektek, akik pedig kint kell állni, nektek pedig ki kell majd találni, hogy mi ez a szó, amit a többiek mutogatnak. Most lehet, hogy megkérlek titeket, hogy le tudjátok venni egy kicsit a fényerőt, hogy lássuk a többieket, akik szemben ülnek velünk? Szuper. Nagyjából látjátok őket, akik ott ülnek. Na! Szuper! Akkor titeket meg arra kérlek, hogy ne nézzetek hátra, jó? Hanem egyedül ti, akik ott szemben ültök, ti látjátok csak a szavakat, és nekik pedig ki kell találniuk. Mindenki ugyanazt a szót fogja mutogatni, úgyhogy aki gyorsabban kitalálja, azé lesz a pont. Na, figyeljetek! Elkészültetek? Igen. Jöhet az első szó. Ne mondd ki hangosan. Szuper! Most mutogassatok! Te is találhatsz. Találgass, te is. Nem tudom, hogy a... Hallatszik? 1-2, 1-2, 1-2, hallatszik? 1-2, ahó. Oké, nem tudom, segíthetünk-e a szónak a szófajában? Igen. Akkor ez egy... Így van, szuper, 1 pont erre a csapatnak. Oké, jöhet a következő szavunk. Következő szó. Fogmosás. Így van, nagyon jó. Bele kell húznunk. Következő szó. Nagyon profi, nagyon profi. Lehet, hogy túl könnyűek lettek a szavak. Te is nyugodtan találkozz. Így van. Jött a következő szó. Joker? Akár. Nem ez a szó. Hát igen, fülígér a szája. Mosolyog. Találgass nyugodtan többet is. Szentileg átfogál is. Nem múlul. Miért? Jó, oké. Felülről jövő öröm. Mosolygás. Mosolyogni. Nem. Mosolyogni. Botox, felvarja az arcát. Füligér a szája. Na, még egyszer mondjátok, légy szíves. Öröm. Örömködni. Örömködni. Örömöt szerezni. Nem. Igen. Áldottnak érzi magát.
Áldás. Megörülni, vagy örülni? Simán. Oké, örülni, de hova vigyem tovább? Merre? Biciklizve örülni. No, don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Igen. Nyugi, hát ezt magyarul, ne aggódjál, örüljé. De ez az? No. Örömének. Igen. Aki, hogy... Hát... Boldog. Boldog. Nem volt egyszerű, jöhet a következő szó. Mozgó, fotocellás ajtó. Nem. Oszlopsor? Ez a Stonehenge? Imaszolgálat. Ez egy templom. Református templom. Katolikus templom. Egyház? Nem. Nagyon nincs. Mutogassatok, igen, segítsetek két neki. Két ember mutogat összesen, nem csak rögtön. Ez kellemes. Össze is foghattok, többen is mutogathatjátok. Áldozat. Nem. A megdélkünk jutott az ember, de nem valószínű. Kereszt. Fal. Kereszt. Kínai nagyfal. Nem. Magyar nagyfal. Amerikai nagyfal. Melyik? Határfal. Határ? Országhatár? Magyar határ. Röszke? Röszkei határ, nem? Idegenvezetés. Az országhatár van ott. Válság. Mitózis. Jó, a tömeg van ott. Jó, bevándorlók vagy bevándorlák? Röszkén, mi van röszkén? Kapu? Turisták, vagy... Hát fal, igen, kerítés. Szuper, aztán még egy szavunk van, vagy lehet így... Segített. Lehet valami? Pingvin. Igen, szuper. És van még szavunk? Ez lesz az utolsó. Nem. Repülő. Igen, szuper, nagyon ügyesek vagytok. Köszönjük szépen, nagyon jól teljesítettétek a kihívást, most leülhettek. Azt hiszem, hogy ez a csapat egy nagyon picivel jobban teljesített, de mind a ketten nagyon ügyesek voltatok, úgyhogy nagy tapsot magatoknak. Az igazság az, hogy a mutogatásban szerintem főleg ennek az oldalnak volt része, úgyhogy így döntetlen. Jó, végül is. Szuper, és akkor most átadjuk Dávidnak. Meg 10 percek. Sziasztok, köszöntök mindenkit. Azok kedvére, akik most csatlakoznak be a táborra, vagy tegnap este, ez a táborunknak az utolsó előtti napja, a harmadik nap. Minden napnak van egy témája, ami a kőzet átalakulással kapcsolatos. Kezdtük a lerakódással, megérkeztünk, felvettük a tábor fonalát, hiszen nagyon sok élethelyzetből, szituációból jövünk. Aztán tegnap, akik már itt voltunk, a Diagenezis nevű napon is részt vettünk, ami így a kőzetté létel, amikor már a lerakódott, ülepedett kőzet már formát kezd ölteni. Ez persze nagy nyomáson, sokszor szembenézéssel is, vagy hát a lelki értelemben egy szembenézéssel és kicsit mélyremenéssel történik. Ugye tegnapi nap már a tanításban is elkezdtünk így a bevezető tanítás után mélyebbre menni, aztán este pedig egy drámával, ami szerintem nagyon-nagyon jó volt, mentünk még mélyebbre, és aztán dicsőítésben vagy egyéb feldolgozásokban, feldolgozási módszerekben mentünk tovább, és ma pedig eljön a metamorfózis napja. Hát ez többfajta szempontból metamorfózis, ugye az átalakulást jelent, hiszen tudjuk, hogy délután lesz egy megdesz szervezet szempontjából fontos közgyűlés, ami egy átalakuló vezetőséget, új tisztségviselőket választunk. Emellett itt már a mai napon este kicsit majd délután folytatjuk a mélybenézés, de este már így a humor, a megdesz faktor és egyéb elborulások következnek, ami már szintén a metamorfózis része. És holnap jön a kikristályosodás, ahogy együtt úrvacsorázunk, ahogy az egésznek a közösségünk legfontosabb pontjára, vagy a hétvégén legfontosabb pontjához érkezünk, ahol egységben vesszük az úrvacsorát. Szóval, aki most jött, ebbe csöppen bele. És most még röviden szeretnék mondani pár szót arról, hogy
meg de ezt mit tud nektek adni, hogyha szeretnétek kicsit fejlődni, vagy magatokba nézni. Levente tegnap említette, hogy nagyon fontos az átláthatóság, a transzparencia, a sebezhetőség, hogy tudjuk ezt felismerni és szembenézni magunkkal. Ha a MEGDESZ standhoz mentek, szép nagy rollapokat találtok a MEGDESZ képzéseivel. Ezeket Tatai Klára és Hélész Kati, a MEGDESZ munkatársai tartják. Kati képzései hozzáértő segítőképzés. Ez azt jelenti, hogy ha te valakit kísérsz egy úton, egy barátot, vagy bárki mást, de nem szeretnél hártani neki, hanem hogy kicsit szakértőbben fordulj hozzá, de mondjuk nem tudsz elvégezni egy mentálhigiénis iskolát, vagy egy pszichológia, vagy bármiatt, ami ezzel foglalkozik, akkor nagyon ajánljuk. Ez most indul február 17-én ez a képzés, és abban segít, hogy tényleg hogyan tudjunk, ahelyett, hogy a tutit mondjuk, meg egyszerűen szakszerűtlenül beszélgetünk, és akár ártunk a barátunknak, pedig jót szeretnénk, hogyan tudunk különböző technikákkal segíteni, akár a hallgatásunk hogyan tud értő hallgatás lenni. Ennek indul a HSK 2, az emelt szintű képzés is, ez az egyre épül. Ami fontos, hogy a 10-ei határideje van, tehát az úgy tudom, hogy hétfői nap a HSK 1-nek, szóval gondoljátok végig, Katit megtaláljátok itt a táborba, kérdezni erről, hogy ez mivel jár, de a MEGDESZ honlapon is fönn vannak ezek a képzések. Klára képzései pedig két csoportra oszthatóak, vannak dramatikus képzései, pszichodráma és bibliodráma. Nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy honnan jövünk, és hogy mit hordozunk az életbe. Sokszor csak a tüneteket vesszük észre, ahogyan reagálunk, ahogy akár ártunk másoknak vagy magunknak. Ezek arra jók, hogy belehelyezkedve különböző szerepekbe mélyre tudjunk menni, és segít szembesülni saját magunkkal különböző a feldolgozott dramaturg történetekben. Klárát is megtaláljátok, kérdezzetek nyugodtan. És aki pedig segítő szakmába dolgozik, szintén van számunkra két képzésünk, ezeket mi megtaláljátok a weboldalon, illetve a MEGDESZ-tan mellett a rollapoknál. És még egy utolsó dolog, amire emlékeztetnek titeket, hogy ma a közgyűlés. Sokak számára ez fura, hogy miért mondjuk ennyiszer, főleg aki most kezd ismerkedni a MEGDESZ-szel. Nagyon fontos, hogy van egy szervezet, aminek a működési alapja az az évi közgyűlés. És azért hangsúlyozzuk, mert tudjuk, hogy nyilván diákként nem ez a legfontosabb, nem ezért jöttünk a táborba, de ez most még megváltozhat, és még üdvösségetek is lehet Rudi szerint. Szóval az a lényeg, hogy várunk titeket sok szeretettel. Ami fontos, minden, ez technikai információ, 12:30-13:30-ig lesz a jelentkezés magára a közgyűlésre, itt kaptok szavazólapot, illetve hogy részt vehettek. Részt lehet venni regisztráció nélkül is, de akkor ugye szavazni nem lehet. A adatmegújítási célból viszont mindenkivel kitöltetjük újra a belépési nyilatkozatot, ez nyilván idő. Több standdal is készülünk majd akkor itt a bejáratnál, de hogy készüljetek arra, hogy időben el tudjuk kezdeni, hogy gyertek oda, vigyétek el, töltsétek ki, akár ebéd közben is, és akkor utána akkor rendezzük ennek a módját. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, és most pedig átadom a dicsőítő csapatnak a szót, és így megyünk Isten elé. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Hívunk titeket ma reggel is az Isten imádatába zenével és énekekkel. Előtte 100. Zsoltárt szeretném felolvasni, ami majd kapcsolódik az énekhez. Hálaadó Zsoltár! Újongjatok az Úr előtt az egész földön, szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy Úr az Isten. Ő alkotott minket, és az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét. Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Thank you.
Lelkem, áldjad szellemem, mindig áldjad.
levélben vagy, ha jő a test, szálljon már áldozat. Áldjad lelkem, áldjad szellemem, mindig áldjad az Uram. Minden reggeltében vagy, ha jő a test, szálljon hála áldozat. Áldjon nekem, áldjon szellemem, mindig áldjad az Urat. Zsuzsi azt mondja, hogy álljatok fel. Csak hogy nem mindig én legyek a gonosz. Jézus mondja, hogy állt. Micsoda? Fontos a gitárcsere. Most mindenki leült. Minden visszállat, ne félj. Győzött a bárány, már győzött a bárány. A harc nem dúl, minden csata elavul, mert már győzött a bárány. Sír is üres már, sír is üres már, mert feltámadt, híre eljutott hozzá. Sír is üres már, Isten bárány.
Thank you.
remélem nem ússzátok meg ennyivel. A végén a papokat is szeretném köszönteni. Úgyhogy, és ha a holnapi nap megadatik, hogy ránk virad, akkor ne álljunk meg a királyságig, kedves hercegek és hercegnők. Szent papság, királyi papság. A mai témánk az élő kő, mint pap. Hát, ha papság a téma, akkor papi feladatunk először Istenhez fordulni. Forduljunk Istenhez. Atyám, bocsásd meg, hogy állandóan visszacsúszok abban, hogy a saját nevemben kérlelek, és nem a Jézus nevében, az egyedüli főpap nevében. A saját őszintességem nevében szoktam jönni, a saját lelkesedésem nevében, a saját neked való odaszántságom és magam áldozatul való felajánlása nevében, meg mindenféle kegyes címkékkel ellátott nevekben jövök eléd ahelyett, hogy egyedül Jézus nevében forduljak hozzád. Fogalmam sincs, mit jelent papnak lenni. Nagy zavarba vagyok, mert itt másoknak kéne arról beszélni, mit jelent a papság. De ha a te szent lelked nem részesít ebben a kenetben, ha helyre nem illeszt bennünket ott abban a falban, ahová beépítettél élő téglaként mindannyiunkat, és egyé építettél, ha a te szent lelked nem leplezi le az áldozási zavarokat, hogy ezt leküzdhessük, akkor hiába minden szó, minden tanítás, add a te igédet, hadd rendüljek meg, és rendüljünk meg mindannyian mélységes szentség előtt, hogy te szólsz hozzánk, és mi hallhatjuk. Nagy csoda ez, ha egyáltalán halljuk. Amen. Hát igen, nagy csoda, hogyha halljuk, és nagy csoda, ha engem megértetek. Persze nem engem kell megértsetek, hanem azt, amit Isten értésünkre akar adni. Hát azt mondja az írás, hogy ez a föld a feledékenység földje. Akkor mi a lelki ház, mi az egyház ezen a földön? Nem más, mint a feledékenységben szenvedők támogató csoportja. Sziasztok! Én feledékeny vagyok. Ugye, ezért született meg Péter apostolnak ez a levele. Emlékeztek, hogy az elején már azzal kezdi, hogy azért írtam ezt a levelet, hogy emlékeztesselek titeket. Tehát nagy a felejtés. Ne, élj az írással a felejtés ellen. Ha a feledékenység földjén járunk, akkor valahogy, mint Pétert emlékeztette a kakas, ugye, hát ebből mit tanult meg Péter? Azt tanulta meg, hogy ő maga kell legyen legközelebb a kakas. Ő kell ébresztgessen. És hát ez az ébresztés azt jelenti, hogy a kakas belül kerül pünkösd után. Vagyis a Szentlélek szava belülről emlékeztet. Péternek megmondta Jézus, hogy el fog szárulni, de Péter elfelejtette. A Szentlélek belül kerülése jobban garantálja a küzdelmet a feledékenységünk ellen. A mai témánk címe ez lenne, hogy oltárra szánt királyi papság. Vagyis most elég zavaró az, hogy így a reflektorok rám vetülnek, meg alig látlak titeket, meg ide ki kell állni, meg dadogni kell nektek valamit tanítás címén. Ez elég zavaró, de még zavaróbb és még súlyosabb az, hogy az oltárra kerülünk mind a hányan.
A papság azt jelenti, hogy egyszerre vagy áldozó és áldozat. A papság azt jelenti, hogyha részesülsz az egyetlen királyi főpapnak, Jézusnak a papságában, akkor nem úszod meg az oltárra kerülést. És a körül az oltár körül kell szolgálja, amelyikre te magad is rákerültél. Na ezek után mit jelent papnak lenni? Azt gondolom, hogy itt is, mint ahogy a prófétaságnál beilleszkedési zavarok támadnak, itt viszont az áldozási zavarokkal kell szembenéznünk. És a papi identitás kérdése merül föl. Ha hiszünk az egyetemes papságban, ami mind az Ószövetség, mind az Újszövetség idején abszolút kiinduló pont volt, ugye emlékeztek, amikor Mózes által Isten azt mondja az ő népének, hogy papi nemzet vagytok nekem, akiket a népekért helyeztem oda, hogy áldozzanak. Vagyis Istennek az ószövetségi missziója az Izrael népe révén ment végbe. Az volt az elhívásuk, hogy az egész világ minden népének hirdessék az egyisten evangéliumát, az egyistenről szóló jó hírt. És a Krisztus megjelenése óta az egyháznak is ez a papi szolgálata, mindenki pap, ezt azt hiszem, hogy már nem kell hangsúlyoznunk. Azonban számomra a papi identitás két írásbeli figura által, Ábrahám és Fineás által jelenítődik meg. Úgy is mondhatnám, hogy az ő történetük úgy simul bele az Isten nagy történetébe, hogy mint egy tükörben, az ő történetükben látom a saját papi identitásomat is. És láthatjuk mindannyian. Mi is végső soron a hit, ha nem az, hogy részesedsz, bele vagy helyezve ebbe a nagy történetbe, az Isten történetébe, és ettől a te piciny kis élettörténeted hihetetlenül nagy jelentőséggel kezd el bírni. Az is fontos itt, és talán nem győzöm eléggé hangsúlyozni, kéne még többet beszéljünk erről, bár a témánk miatt csak alig érintem, hogy voltaképpen a hit az részesedés. A hit nem az, hogy bizonyos tanításbeli tételeket elsajátítok, és ebben megpróbálunk egyetérteni. Valakivel beszélgettem valamelyik étkezésnél itt, hogy Jézus nem azt mondta, hogy aki azt vallja, amit ti, az nálam befogadást nyer. Hanem azt mondta, hogy aki titeket befogad, nem titeket fogad be, hanem engem, és nem engem, hanem aki engem elküldött, azt fogadja be. Vagyis lehet, hogy valaki egészen mást hisz, másképp gondolkodik, és a nagy történetbe való bevonás, az Isten országának nagy történetébe való bevonás nem a hit hirdetésével, és nem tantételek elsajátításával kezdődik, hanem a befogadással kezdődik. Hozd helyzetbe a világot, hogy kénytelenek legyenek befogadni téged, és ráfáznak, mert véletlenül épp Jézust fogadják be. Tehát lehet, hogy anélkül, tehát rámennek erre a csalira, lehet, hogy nehéz nekik tanbelileg befogadni Jézust. Tedd magadat befogadandóvá, jövevényé, és ha befogadnak, akkor egyszerre csak rájönnek, hogy tudtunkon kívül angyalokat fogadtunk be. Lásd, Málta szigetén hajótörést szenvednek pálapostolék, és a máltaiak nagy-nagy vendégszeretettel fogadják őket. És hát ott Pál is rőzsét gyűjt, a vipera megmarja, na gondolják, hű, egy gyilkost fogadtunk be, mindjárt feldagad, mindjárt összehúl-e. Biztos, hogy
hogy Poszeidon nem tudott elbánni vele a nagy viharban a tengeristene, de akkor Zeus elküldte Nemeziszt, és Nemezisz egy kígyót küldött, az megmarta, és utolérte az isteni igazságszolgáltatás. Vagyis a máltaiak is ösztönből, meg zsigerből törvény alatt voltak. Hogyha gyilkos, akkor bűnhődnie kell kömen, ráhibáztak, tényleg gyilkos volt Pál apostol, benne volt a keze az István vértanú vérében is, tudjátok ezt. Tehát, és akkor mi történik? Amit várnak, nem következik be. Amit ő félnek, nem következik be. A bűnt nem bűnhődés követi, felfüggesztődik a bűnhődés. Kegyelem, megjelenik a kegyelem. Kegyelem alatt lenni azt jelenti, hogy nem az történik, amire számítok. Mindig meglepetés a kegyelem. A meg nem érdemelt ajándék. Na most, ha az Isten történetét nézem, akkor elhangzik az is egy adott ponton, és nyilván, ha jó írás tudok vagytok, azt tudjátok, hogy ezt illik csak Jézusra alkalmazni, én nem fogom. Pap vagy te mindörökké, a Melkisédek rendje szerint. De hogyha az én fejem pap, akkor a testem többi része is pap, nem? Ha ő a Melkisédek rendje szerint örökké való pap, akkor, és ő az én fejem, és mi a Krisztus teste vagyunk, akkor mi is papok vagyunk Melkisédek örök rendje szerint. És ez fölveti azt a kérdést, hogy az vagy-e, ami vagy? Vagyis az lettél-e, amivé rendeltettél? Az identitás, a papi identitás kérdése, mert hogyha megint egy pillantást vetünk a textusra, amit kiemelte pirossal az ebben a részben, az mind a papi identitásunkra vonatkozó rész ebben az igében. De ahhoz, hogy ezt egy kicsit jobban megközelítsük, ahhoz nagyon fontos, hogy az Efézusi levél 4. részéből, most már olvassunk föl valamit, annyit hivatkozok rá. Ha én a 7. verstől olvasom, azt látjuk itt, hogy a kegyelem pedig mindegyikünknek Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ezért mondja az írás, nyilván Jézusról, felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Ez nagyon érdekes ez, hogy Pál apostol félre idézi az írást. Ez azonnal nyilvánvaló, hogyha megnézitek a Zsoltárok 68-19-ben, innen van ez idézve, ott más van. Tehát rossz az idézés. Fölmentél a magas hegyre, foglyokat ejtettél, embereket kaptál ajándékul, mégpedig lázadókat. Tudjuk mindannyian, hogy ez a mennybe menetelről szól. Az egyik legelhanyagoltabb, hanem az egyetlen, a leginkább elhanyagolt egyházi ünnepünk. A mennybe menetel ünnepe, az áldozó csütörtök, ahogy katolikus testvéreink mondják. Nem tudunk mit kezdeni a mennybe menetellel. Pedig valami fantasztikus üzenete van a mennybe menetelnek. Az az üzenete, hogy Jézus fölment a magasságba, és minket a lázadókat magával rántott. És ez, hogy foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek, idézi rosszul Pál az írást, ez az eredetiben azt jelentené, gondoljuk mi, hogy embereket kaptál ajándékul. Tehát foglyokat ejtettél, embereket kaptál ajándékul. Én ezt most így mondanám, hogy a mennybe menetel a győzelmi tehát a győztes hadvezér bevonulása. Ugye ez az ókori kép, ami itt szerepel. Aki túszul ejti a legyőzött királyokat, és oda kötözi a szekere kerekéhez, oda vannak láncolva, és akkor ország, világ látja a visszatérő győztes
királyt, hogy a királyok a túszai, a garanciája ennek a győzelemnek. Vagyis az egész nép helyett a királya az, akit túszul ejtenek, és oda láncolnak a szekérhez. Foglyokat ejtettél, embereket kaptál ajándékul, mégpedig lázadókat. Így ment föl Jézus, köztük én is ott vagyok, és te is, mindannyian ezen a láncon. Mielőtt nagyon elszállnál attól, hogy király vagy, jusson eszedbe, hogy túszul ejtett király vagy. Így kezdődött. Így kezdődött a megtérésünk is. Na most, mégis az írás igaz, ha félreidézte is Pál. Ez a Szentlélek huncutsága, komolysága, mert az van itt, hogy ajándékot adott az embereknek, holott az eredeti mondat az volt, hogy ajándékba kapta a lázadókat. Igen ám, de akiket ajándékba kapott, túlszul ejtve, azokat ajándékká tette. És azoknak ajándékokat adott, ez a harmadik értelmezés, de ez is belefér, azoknak ajándékokat adott, amikkel szolgáljanak. De az, amit szem elől tévesztenek sokan, az az, hogy inkább az ajándékokra koncentrálunk. A 11. vers így hangzik, és ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére. Vagyis, aki lázadó volt, és túszként ajándékul kapta őket a győztes Krisztus, azokat ő ajándékként adta az ő egyházának, a lelki háznak, mégpedig úgy, hogy egyik, mint apostol lesz ajándék, a másik, mint tanító lesz ajándék, a harmadik, mint proféta lesz ajándék, a negyedik, mint evangélista, és így tovább. Mindenki tehát ajándék, valamilyen ajándékkal, és valamilyen ajándéka annak, aki mindannyiunkat ajándékba kapott, és most ajándékként akar egymásnak továbbadni. Mi következik ebből? Nyíljon ki a csipám, ez az irritáló testvér, aki szintén Krisztus követő, ez egy ajándék. A tesód egy ajándék. Jó, lázadó volt ő is, mint én, nem volt épp akkora, mint én, de értitek, megfordul a dolog, és ajándékká válik. Veszed-e a testvért ajándékként, és adatsz-e ajándékként a másik testvérnek? Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mondja Jézus. Szent kannibalizmus, fogadd el sütiként a másikat. Na, holnap úrvacsorát veszünk, készüljetek rá. Vagyis tisztelem-e a másikat Isten ajándékaként, akiben jelen van az Isten kimondhatatlan ajándéka. Hála legyen az Isten kimondhatatlan ajándékáért. Na, megvédtem Pál apostolt, elszúrta az idézetet, de csak összejön a titka ennek az igének. Jó, ha pedig ezt nézzük, akkor néhány kérdést szegzek magamnak és magunknak. Az első az, hogyha megízleltük, hogy jó az Úr, kész vagyok-e pap lenni, miután megízleltem ezt a váratlan, meglepő ajándékkegyelmet. Ez a nem várt ajándék, ez a kegyelem. Ha ezt megízleltem, és itt arról beszéltem, ugye, hogy ez egy tapasztalati kérdés. A ízlelgetet, ma reggel, megízleltétek ma reggel a kegyelmet? Tapasztalati keresztjének vagytok? Milyen volt a csendes órátok? Ha jó ízlelésetek volt, akkor jól indult a napotok, akkor egy jó napotok lesz. De remélem, hogy mindig kenterbe talál ez a kegyelem, tehát mindig meglep. Ha már nem tudsz meglepődni a kegyelmen, valami baj van. Valami baj van, hogy nem mondjam, hogy nagy baj van. Kész vagyok-e az lenni, ami vagyok? Vagyis, ennek két dimenziója van. Újszülött csecsemőként kész vagyok-e
úgy vágyni az ige tejére és a kegyelem megtapasztalására, ahogyan a csecsemő vágyik a tejre. Nyilván Péter apostol nem úgy használja a lelki tej fogalmát, ahogy Pál. Pál szembeállítja a kemény eledellel. Ne tévesszen ez meg minket, nem abba az irányba viszi ez az igeit, hanem ez a primordiális, ősi vágy, ahogyan egy csecsemő az anyatej után kívánkozik. Arra vágyom, és az az imádságom, hogy mindig ilyen őrült vágy legyen bennetek Istenre. Persze nem vagyok álmodozó, hogy ez nektek sikerülni fog, hanem hiszem az Istent, aki ugye az önmegvalósításban első akar lenni, vagyis ő a maga életét akarja rajtunk keresztül élni. Ezért van a Lukács evangéliumában Jézusnak ez a döbbenetes mondata, amikor készül az utolsó vacsorára a tanítványaival, és leülnek az asztalhoz, azt mondja, hogy kívánva kívántam megenni veletek a húsvéti bárányt. Gyönyörű. Vagyis, ahogy a bárány kívánva kívánja a bárányt, úgy egyikünk se képes. Ő a húsvéti bárány, nem? És ő a bárány utáni vágy is, nem csak a bárány, ez a Szentlélek munkája. Vagyis, ha Isten kívánja Istent rajtam keresztül, akkor van ez a fokozott vágy. Hogyha teret adsz ennek az Istennek, aki Istenre vágyik benned, akkor van igazi úrvacsorád, az Úrral való vacsorád. Nos, ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy a többivel együtt kész vagy-e az lenni, aki vagy. Eddig az egyéni oldalát hangsúlyoztam, most a közösségi oldalát hangsúlyozom. A papság szintén nem individuális tisztség a Krisztus testében. A többivel együtt vágyni arra, amik mi együtt vagyunk. A kommunális identitásunk, a közösségi identitásunk. Ezért beszél lelki házról, ami háznép, szent papságról, választott nemzetségről, királyi papságról, szent nemzetről, stb. El tudom-e fogadni, hogy papi szolgálatra tulajdonba vett, túszul ejtett emberek vagyunk? Túszok vagytok. Az egyetlen magyar szerzetrend, magyar alapítású szerzetrend, a pálosok rendje, az... A fő foglalkozása az volt, hogy a szerzetes, amikor valakit ki kellett váltani a töröktől, akkor odament, és arra kérte a törököket, hogy ő kerüljön a börtönbe, engedjék el azt a fogvatartott magyar foglyot, akinek családja van. A szerzetes azt mondta, nekem nincs családom. És önmagával váltotta ki a foglyot. Ennek egy szép evangéliumi gyökere van, hogy az a veszélye, hogy annak, hogyha megünnepelni merjük a mennybe menetelt, hogy minket is túszul ejt. És elküld erre a szolgálatra, hogy vagyis arra, hogy Isten téged letétbe helyez a többiekért. A letétbe helyezettség méltósága ez a papság, a papi mi volt. Én azért vagyok itt, hogy helyettetek, Isten letétbe helyezzen engem. És hát ha ennél a kérdésnél vagyunk, akkor nagyon, nagyon élesen felmerül az a második, úgy látom, hogy igen, mintha egyel előbbre volnék, ugye? Igen. Nem tudom, hogy csinálom, hogy mindig előre nyargalok. Mindig azt hiszem, megleplek titeket egy új diával, de ti már rég tudjátok, mit akarok. Ez nagyon vicces. De olyan udvariasan mosolyogtok, és úgy meglepődtök, mintha tényleg. Tessék?
Nehéz elolvasni hátulról. Én is nehezen olvasok héberül. Megfontolta, de mit jelent? Megfontolta, de mit jelent Istennek kedves áldozatokat felajánlani? Mert hogy a textusunkban itt az van, hogy lelki, az ötödik vers, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek, az én őszintességem, transzparenciám, buzgóságom által, dehogy Jézus Krisztus által. Vagyis van itt egy iszonyú veszély, hogy amiközben arról beszélünk, hogy légy áldozat, meg áldozó, ahogy Jézus egyszerre volt az áldozat és az áldozatot bemutató áldozó, az a veszélye ennek, hogy a végén nem Jézus által mutatom be az én túszulejtettségemet, az én oltárra tétettségemet, jól mondtam? Az én oltárra kerülésemet, mint papságot. Éppen ezért nagy hangsúly esik arra, hogy csak Jézus Krisztus által kedves Istennek, mert ha nem, akkor mártír komplexumban szenvedő, reteltes, kisugárzású keresztény leszek a Krisztus testében. Úgyhogy itt hív az Isten minket ma a metamorfózisra. Jól mondom, Dávid, hol is vagy, már nem tudom. Tehát a mai napunk a metamorfózisról szól, ugye? Jó, és akkor azzal fogunk még foglalkozni, ha elég időnk marad, hogy mit jelent számomra a papságom tetteiből megigazulni. Mert nem csak hitből igazulunk meg, hanem cselekedetekből is. De amíg belemennénk ebbe a veszélyes témába, addig hadd vessek föl egy fontos dolgot, erre térek vissza, hogy fej nélkül áldozol, vagy fejjel áldozol. Fejetlenség a papságod, vagy fejhez kötődik. Fej nélküli pap vagy, vagy helyén van a fejed, Jézus a fejed. Nyilván ez nagyon fontos, mert itt szoktuk elszúrni, hogy... Ugye, na, látjátok, amikor 8. Henrik lefejezteti Annát, ugye, van egy ilyen kérés, hogy állítsd be azt a kamerát. Most az ige be akarja állítani ezt a kamerát, mert ha nem, akkor nagyon komplikált lesz minden. És ez alatt azt értem, hogy végül is itt van egy ismeretlen terület. Az áldozási zavarok mindig kihasználják, az nagyon termékeny talaj, ha van egy ilyen ismeretlen terület az életemben, amire nem látok rá. És ahhoz, hogy erre válaszolni tudjunk, előbb meg kell válaszoljuk azt a kérdést, hogy mi is az ego? Nem, az alter ego. Mert nekünk közösségi identitásunk van, nem? Tátvám már szia, a másik is te vagy, mondja az ősi hindu bölcsesség. A másik én, vagy az énem más, a ki a tesó, kik vagyunk együtt, mi a társén, és a másik az én társam, mi az alter ego? Ez itt a kérdés. Hát nyilván angolul ez szebben jön ki, a pap ugye azt mondja, the wedding is all about me. Amire a bride? What? Sorry, that wasn't me. That was my alter ego. Alter ego. Nehéz lefordítni, nézzétek meg, hogy kínlottam, hogy ez az esküvő teljesen rólam szól. Micsoda? Bocsánat, ez nem én voltam, ez az oltári egóm volt. Jó. Oké, na. Tehát, mi is az alter ego? Alter, az más, az ego az én. A másik énem, azaz a másik is én vagyok. Mi a papság, hogy azonosulsz azzal, akiért imádkozol. Úgy imádkozol érte, mintha te lenne a másik.
Nem tudom, hogy szeretem ezt, szoktam mondogatni, hogy Jézus vagy nem tanulta meg a nyelvtant, vagy valami más történt, amikor azt mondta, elszúrta a ragozást, azt mondta a damaszkuszi úton Jézus Pálnak, hogy Saul, miért üldözöl engem? Rosszul ragozott, úgy kellett volna mondja, hogy az enyémet, birtokos rakban, nem? De véletlenül úgy mondta, hogy engem. Ők soha nem találkoztak, Saul soha nem üldözte Jézust. Mit csinált? Nem tanulta meg a ragozást? Vagy pedig ez a szeretet. A szeretet az, hogy Jézus összetévesztette magát az övéivel. Ez a papság lényege, hogy úgy imádkozol, úgy jársz közben a másikért, mintha rólad lenne szó. Hát, Henrik, kérek egy oda-vissza jegyet a Towerbe, de a feleségemnek elég csak oda, ugye? Hát ez nem így van. De most itt összefügg a tegnapi témánkkal, a profétasággal. Aki nem jó proféta, az nem lesz jó pap se, a kettő összefügg. Aki a visszajelzést, a tükrözést, a feddést nem veszi, nem képes az önreflexióra a Krisztus testében, a bántónak érzi, az olyan, mint a János levelében, ugye ott van, igen, a János levelében azt kérdezi az író, hogy miért ölte meg Kain Ábelt? Azért, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak, és a testvérével szemközt nyilvánvalóvá vált, hogy milyenek az ő cselekedetei. Vagyis Ábel Kain számára tükörként szolgált. Na most vagy, ha a tükörben mocskosnak látom a képemet, vagy lemosdok, vagy összetöröm a tükröt. Nincs más lehetőség. És itt történt ez az első gyilkosság, ebből fakadt, ebből az irigységből, és a második egyetlen gyilkosság, ami még előfordult a történelemben Kain és Ábel óta, az a Krisztus gyilkosság. Ugye? Megvan írva, irigységből adták őt kézbe. Vagyis tükör volt, és akkor el kell dönteni, vagy mi tisztulunk meg, vagy összetörjük a tükröt. Tertium non datur, nincs harmadik esély. Nos, amikor tehát ez a profétai alapállás, ez a default, ez az alapműködés nincs meg bennünk, akkor nem tudjuk igazából, és azért nincs meg, mert nem látunk magunkra, akkor nem tudjuk kezelni azt a kérdést sem, hogy a másikkal úgy azonosuljak, hogy közben meg tudjam tartani a határaimat. Ugye vannak, én függőkkel foglalkozom, és a hozzátartozóik rendszerint társfüggők, vagy kódependensek, és ott mindig az a probléma, hogy teljesen a másik életét éli, a másikért van, nincs saját arca, összemosódik. Amikor azt mondtam, hogy a szeretet összetéveszti magát azzal, akiért közben jár, akkor nem kódependenciára gondoltam. És itt is kell vigyázni, hogy ne tévedjünk. Azért, mert nem egy mártiromságról beszélek. Amikor egyszer úgy olvastam az Efézus 5.1-et, mintha életemben először olvastam volna, szoktatok így Bibliát olvasni? Ajánlom. Mintha először életedben olvasnád, hirtelen megvilágosodott, legyetek az én követőim, atyám fiai, ahogy én is a Krisztusé, aki adta önmagát áldozatul és ajándékul az Istennek. Hú, áldozatul, ha csak áldozatul adta volna, akkor mi mind mártír komplexusban szenvednénk. Ugye? Akkor társfüggőségi papság lenne. Hanem ajándékul is adta magát. Tehát úgy áldozta föl magát, hogy ez képes volt önként szabadon ajándékként bemutatni. Semmiféle mártír komplexusa nem volt.
Persze az áldozat ajándék nélkül szörnyű, de az ajándék áldozat nélkül meg olcsó vagy könnyű. Nincs súlya. És Jézusban mind a kettő jelen volt. Vagy az is, ahogyan Jézus a profétai létmódot megélte. Ahogy közeledett Jeruzsálem fele, és nézegette a várost, azt olvassuk, hogy elkezdte mondani, hogy jaj néked, Jeruzsálem! És mondja az ítéletet, mondja, és közben sírva fakad. Jézus úgy ítél, hogy közben megsírat. És úgy sír, hogy közben nem hallgatja el az ítéletet. Egyensúlyban van a kettő. Mert ha nem, akkor van köpködős szembesítés is. Mi nem erről beszélünk, ugye? A profétai létmód, szakrális sebzés. Mindjárt a kis szűcs, mit sütsz hibájába esek. Ugye szakrális sebzés és sebzettség. Igen, jó. És akkor van egy másik oldala tehát ezeknek a kérdéseknek. A negyedik kérdéstől a nyolcadikig tettem föl magamnak. Próbáltam listázni, hogy milyen tükör szerint kell a saját papi mi voltomat megvizsgálnom. No, akkor, ahogy ígértem, térjünk rá erre a két emblematikus figurára a Szentírásból, Ábrahám, és a másik pedig Fineás. Azt olvassuk Ábrahámmal kapcsolatosan a római levélben, hogy Ábrahám hitt az Istennek, és ezt Isten tulajdonította neki igazságul, és az öreg pali bátyánk még rá is tesz egy lapáttal, hogy egyedül hitált, csak hitből és nem cselekedetekből igazult meg. Igen ám, de jön Jakab, és az ellenkezőjét állítja, mind a kettő szentírás. Tudjátok, ismerős ez a Jakab kettőből, hogy akarod-e hát tudni te hiába való, vagy ostoba ember, igen, ebben a fordításban, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő. Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazult el meg, amikor fiát Izsákot felajánlotta az oltáron. Ez egy papi gesztus, ugye? Felajánlja az oltáron. Így teljesedett be az írás, amely azt mondja, Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt. És Jakab levonja a következtetést, fütyül arra, hogy az ellenkezőjét, mint pali bátyánk. És a másik dolog, hogy megnéztem a Szentírásban, nem csak erről a megigazulásról van szó, hanem a 4 Mózes 25-ben arról olvasunk, hogy Fineás tett valamit, nem hit, tett valamit, és ezt tulajdonítatott neki igazságul. Ábrahám hit, igazságul tulajdonították neki, Fineás tett valamit, igazságul tulajdonították neki, és Ábrahámról úgy beszél az írás, hogy egyedül hitáltal cselekedetek nélkül, de Jakab hozzáteszi, egyedül hitáltal cselekedetek nélkül igazult meg, de a hite nem maradt egyedül, cselekedetei lettek ennek a hitnek. Érthető? Egyedül hitáltal igazulsz meg, de ez a hit nincs egyedül. Cselekedetei vannak. Na, Fineás. Fineás esetében ugye a nép paráználkodik Moáb leányaival, mert ezek meghívták a saját isteneik áldozataira, és akkor megtörtént a nagy összeborulás. Ettek, ittak, leborultak a moábita istenek előtt. És akkor Isten mond Mózesnek valamit, amit Mózes, amivel Mózes szembeszáll. Jaj, de jó ez. Ez Mózes itt nagyon pap. Ha mond neked valamit az Isten, keres az Istenen egy részt, hogy szembeszállhass vele. Azt mondja Isten, akasztast föl az összes fejedelmet. Ezért a bűnért. Miért? Mert a fejedelem, a fő, a nép helyett kell bűnhődjön. Nem az egész népet, az túl sok lenne, hanem a reprezentánsait, vagy a parlamenti képviselőit, vagy a főket akaszt föl.
Mózes, hát először Mózes azt mondja, hogy gyilkolja le mindenki a saját megválasztott képviselőjét. És mi a kegyelem a történetben? Amikor a fejedelmek a nép helyett kéne bűnhődjenek. 6. vers, épp akkor jött egy izraeli ember, aki egy midiáni nőt hozott testvéreihez Mózes szeme láttára, és akkor az egész nép előtt elindul ez a paráznaság. Amikor meglátta ezt Fineás, kilépett a közösség közül, dárdát fogott a kezébe. Akkor leszel pap, amikor elkülönít, túlszulejt az Isten, és kilépsz a közösség közül. Magány szükséges ahhoz, a többitől való elkülönülés, távolságba kerülés, ahhoz, hogy jó papi szolgálatot tégy. És ehhez alapvető volt a dárda. Bement az izraeli ember, utána a sátor belsejébe, hasonszúrta mindkettőjüket, az izraeli embert és azt a nőt is. Ezzel elhárult a csapás Izrael fiairól. Vagyis a fejedelmek is megúszták. Nem olvasunk arról, hogy felakasztották volna. És Mózes látja, hogy Fineás elhárította ezt az ítéletet, megtörtént a papi eljárás, és nem kéri többé a fejedelmek fejét. És itt olvassuk azt, hogy elfordította a felindulásomnak, igen, elfordította a haragomat Izraelről. Na, már csak 7 percem van. Bocs, sietnem kell, mert be akarom fejezni mindenképpen. A 106. Zsoltárban azt olvassuk, szeretem a Károli változatot, majd hozzácsapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait, és felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult reájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak vége lőn, és igazságul tulajdonítaték neki fíról fíra mindörökké. Wow! Nagyon élvezem ezt. Nem csak a hited, a tetted is igazságul tulajdonítaték neked. Itt történt a fineási nemzetség papságának a megalapozása. Mert attól kezdve ugye a Lévi fiai voltak a papi törzs. Azonban van itt egy érdekes dolog. Ugyanebben a Zsoltárban, a 23. versben, igen, jó, a 23. versben azt olvassuk, Károli szerint olvasom, mert ezt tartom jobbnak, gondolta, mármint Isten, hogy kipusztítja őket, de Mózes az ő választottja, elébe állott a résre. Azért tettem ide az ESV fordítást angolból, hogy stood in the breach before him. A résre állt előtte, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. Vagyis Mózes odaállt a résre, hogy ne a népet pusztítsa el, hanem inkább őt. Ezt jelenti a résre állni. Gondoljatok az aranyborjú esetére. Azt mondja Isten, hogy gyere ki közülük, gyere szépen ki, mert én őket most kinyírom, megérdemlik. És akkor Mózes elkezd szájalni Istennel, ez ugye a papság, és azt mondja, hogy te nem veszed észre magad. Hát mi lesz a dicsőségeddel? Hát azt fogják mondani a pogányok, hogy arra volt ereje, hogy kihozza ezeket Egyiptomból, de már bevinni az ígéret földjére ezt képtelen volt. Pedig az ajánlata Istennek óriási kísértés volt. De nagyon személyes kapcsolatban engedi meg Isten magának azt, hogy valakit ennyire megkísértsen. Mert azzal kísértette meg Mózest, hogy azt mondta neki, hogy gyere ki közülük, őket kinyírom, és téged nagy népé lesz, teszlek. Én apa vagyok, ha nekem ilyet mondana az Isten, hogy a fiamból egy választott nép származik, érted? Nagy ajánlat volt. Ennek ellenállni? És Mózes nem hajlandó.
Azt mondja, nem. Isten, ráadásul megint, Isten itt megint nem tud jól ragozni, mert azt mondja, hogy ez a te néped, ilyen disznók voltak. Mózes visszafele se, ez a te néped, nem az enyém. Ezen a te népeden könyörülj, nekem ne gyere ilyen ajánlatokkal, hogy majd az én leszármazottaim lesz a szent nép. Ezt nem kell, ezt elutasítom. Szóval nagy, nagy pofájú papság szükséges a keresztény egyházba. Hol vagytok nagy pofájú papok? Mózesek. És akkor Isten nem hajlandó, így megy az alkudozás, és akkor Mózes, hát ettől lett Jézus előképe, azt mondja az Úr, kitörlöm az én könyvemből. Azt mondja Mózes, egy fenét, törölj ki engem, őket hagyj békén. Vagyis a saját életét túszként fölajánlja a többiekért. Hagyja, hogy túszul ejtse őt ez a kegyelem. Végül is ő se tudja, de megéli Jézusnak ezt a gesztusát. Akkor ugye nagyon érdekes, hogy nem tudom, hogy felvetődött bennetek, bennem felvetődött, hogy az aranyborjú miatt rengetegen elpusztulnak, és aki a főpap, a legfőbb pap, az megúszza évbőrrel. Mi volt ott? Én arra gyanakodtam, kimondom a legsötétebb gondolatomat, Áron mégiscsak a Mózes testvére volt. De nem így van. És olyan boldog voltam, amikor az öt Mózesben felfedeztem ezt az igét. Áronra is igen megharagudott az Úr, és el akarta őt is pusztítani, de ugyanakkor imádkoztam Áronért is. Tehát Mózes a saját életét Áronért is letétbe helyezi egyfelől, másfelől a népért. És megmenti a főpapot a pusztulástól. Jaj, gyönyörű ez, de nincs időnk rá. Hú, két percünk maradt. Na, igyekszem a vörös tehén. Valakivel tegnap az étkezéskor beszélgettünk. A vörös tehén története, ugye nagyon fontos az Új Szövetségben, a zsidókhoz írt levél taglalja a vörös tehén, milyen értelemben a Krisztus áldozatának az előképe, stb. De azt kevesen tudják, hogy itt a második vers, hogy ez a törvény rendelkezése, ez szó szerint inkább így fordítható, hogy a Tóra tórája, a törvények törvénye, vagy a törvény summája. Itt van a törvény szíve. Tehát ami a vörös tehén körül történik, az az egész mózesi törvénynek az összefoglalója. És miről szól ez a törvény? Arról szól, hogy azt olvassuk, hogy a megtisztult Eleázár pap megtisztítja a tisztátalan népet, a vért az ujjával a kijelentés sátra elé hinti. Azután égessék el a tehenet, aki elégeti a tehenet, az is mosakodjék meg vízben, de tisztátalan lesz a pap estig. Tehát egy tiszta megtisztulás után odaálló pap elvégzi az áldozatot és bemocskolódik. A megtisztuló megtisztítja a vörös tehénnel a tisztátalan népet, és ebbe a munkában összemocskolódik. És akkor azt olvassuk, hogy 9. vers, egy tiszta ember szedje össze a tehénhamvát, helyeze a táboron kívül egy tiszta helyre, stb. De mossa ki a ruháját, aki összeszedte a hamvot, mert tisztátalan lett. És estig az. Mindenki, aki részt vesz ebben, mindenki előbb meg kell tisztuljon, csak úgy vehet részt, és miután részt vett, és véghez vitték ezt a megtisztító folyamatot a népért, mindenki mocskos lesz. És elmeséltem, hogy egy beszélgetésemet egy rabbival Londonban erről a történetről, csak azt kérdeztem a rabbitól, hogy hogy van az, hogy a tiszta és szent Tóra kellős közepén áll az a vers, hogy ami hasán csúszik, az tisztátalan állat. Akkor a Tóra tisztátalan, ha a közepén
tisztátalanságról van szó. Na, erről beszélgettünk, és a vörös tehénnél kötöttünk ki, és azt mondtam akkor, hogy a régi bölcsek és rabbik azt tanították, hogy nem értjük, hogy lehet, hogy a tisztátalanná kell legyen ahhoz, hogy a tisztátalant megtisztítsa. És végül évszázadokig húzódott ez a vita, mert minden rabbi értette, hogy ez a tóra tórája, ez a törvények törvénye, és egyszerre csak azt mondták, nem értjük, akkor fogjuk megérteni, amikor eljön a Mesiás. És kedveseim, hát nem eljött a Mesiás, mert aki bűnt nem ismert, az Isten bűnét tette érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ez az irgalomról való örömhír. Jó, hogy lejárt az időm. Mit csinálja? Nincs irgalom, ugye? A Róma 12-ben azt mondja Pál, hogy az Isten irgalmára kérlek titeket, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket, égő áldozatú, ami kedves Istennek, stb. Vagyis ott a héber gondolkodásmódban Istennek sosincs irgalma, az mindig többes számba van. Isten irgalmaira kérlek. És a 12. fejezettől, ha visszanézel a római levélre, az első 8 fejezet arról szól, hogy a tiszta Jézus tisztátalanná vált, hogy minket megtisztítson. A 9. fejezet cserébe érettünk. Egy papi gesztus. A 9. fejezet azzal kezdődik, hogy szívem szerint vágyom az Izrael üdvözülését, kívánnám, hogy inkább átok legyek, tisztátalan legyek, csak hogy ők megtisztuljanak. Utána a 11. fejezet arról szól, hogy Isten megkeményítette Izraelt, tisztátalanná tette, hogy a tisztátalan népeket megtisztítsa, és ő érettük bemenjenek az üdvösségre. Vagyis túlszul ejtette Izraelt a népekért. Túlszul ejtette Pált Izraelért, Izraelt a népekért, ez mind-mind irgalom. És ennyi irgalmára nézve kérlek titeket, hogy most magatokat is ejtsétek túlszul, mint okos istentiszteletet, áldozzatok és áldozat legyetek, papok legyetek. Érthető? Nincs több időm erre, de gyönyörű ez a gondolat, hogy Isten irgalmasságára appellál. Jó, hát ezt most már elhagyom, és akkor befejezem az utolsó 2 kockához. Futok, igen, itt van. A tipikus haszit kérdés, ha jól emlékszem, Hillér rabbitól van. Ha én nem önmagamért vagyok, ki lesz érettem? De amikor én csak magamért vagyok, akkor ki vagyok? Ha nem vagy pap, nincs identitásod. Még nem vagy önazonos. Ugye? Mert ha csak magadért vagy, akkor még nem vagy. Nem jöttél létre. Miközben magadért is kell légy, mert ha nem, akkor nem húztad meg a határaidat. Az asszertivitás is nagyon fontos. És ha nem most, akkor mikor? Végezetül egy személyes visszaemlékezés, a mesterem elcsípett, ahogy hőzöngtem, hogy én már milyen komoly, mély hívő ember vagyok. Na hát, ez is van az életemben. Végignézte az egészet, egyszer csak odalép csendben, titokban, és azt mondja, Levente, miért vagy úgy oda magadért? Honnan tudod, hogy a 16. században már nem imádkozott valaki éretted? Érted? Az, aki vagy, mások imájának, papságának köszönhető. Vagyis, azt mondja Luther, Istennek az a hírneve, hogy a méltatlanokra rátekint, és akik haragot érdemelnének, azokat kegyelmébe részesíti, mert papjai vannak, mert rengeteg irgalmassága van, mert ha haragot is érdemelnének, te elfordíthatod ezt a haragot, közd te is Isten rossz hírét, ahogy Luther mondja,
légy pap. És a világ nem érti, hogy Isten miért tekint rá majd a méltatlanokra. Legyetek papok, legyünk papok, költsük Istennek rossz hírét. Köszönöm. Köszönjük szépen, és Áront szeretnénk most első körben megkérni, hogy mutassa be a mai könyveket. Sziasztok! Mielőtt rátérnék a mai könyvekre, kaptam egy új információt, hogy ami tegnap volt a napi, vagyis amik tegnap voltak a napi könyvek, azok továbbra is féláron elérhetőek, úgyhogy ha valaki lecsúszott róla, akkor mégsem. És a mai könyvek, amiket bemutatnék, az első, az Pablo Martineznek az Imádság és Lelkialkat című könyve. Pablo Martinez egy spanyol pszichiáter, aki nagyon nagy tapasztalattal rendelkezik keresztények lelkigondozásában és terápiás kísérésében. És ez a könyv azt járja körbe, hogy a lelkialkatunk, illetve a temperamentumunk azt hogyan tudja befolyásolni, illetve milyen hatással van arra, hogy megéljük az ima életünket, illetve hogy milyen érzelmi akadályok lehetnek az ima életünkben. Szerintem ez egy nagyon jó önismereti könyv, amit én mindenkinek ajánlanék. Így az ismerőseim körében azt látom, hogy az imádság az sosem egy olyan dolog, ami nagyon könnyen megy nekünk. Ez a könyv nekem személyesen sokat segített, hogy jobban értsem, hogy mit miért érzek, és hogy hogyan kezeljem ezt. A másik könyv pedig Paul Tournier, egy svájci pszichiáternek a könyve. Az a címe, hogy Személy és szerep. Ez jobban egy gondolkodós könyv. Ez a könyv azt járja körül, hogy az állarcaink és a szerepeink mögött hogyan látható meg a valódi személyiségünk, és hogy milyen összefüggésben vannak ezek egymással, hogy vajon a szerep az eltakarja a személyiségünket, vagy éppen megmutatja azt, és hogy hogyan tudunk egészségesen viszonyulni a szerepeinkhez. Mindkettőt megtaláljátok kinn a folyosón, a harmastannál, úgyhogy olvassátok örömmel, illetve előtte vegyétek meg. Köszönjük szépen! És most a nap hirdetéseit fogjuk meghallgatni, vagy fogjátok meghallgatni. Levi, kérlek a diát indítsd el. Másik Levi, te meg közben induljál kifele, kérlek. A mostani plenáris alkalom után, mint ahogy tegnap is volt, a formáló csoportok fognak találkozni, ugyanott, ahol tegnap, itt láthatjátok a számokat felfüggesztve. A keverőpultnál kezdődik az 1-es, és 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és kanyarodik kifele egészen a folyosóig. Tehát, hogy még kint is vannak formáló csoportok találkozó helyei, úgyhogy keresétek meg ezeket. A 24-es csoport az új teremben fog találkozni. Igen. A munkacsoport pedig, akik kétkezi munkára jelentkeztek, lent a regisztrációnál már felöltözve találkozzunk, és akkor egyből megyünk ki végezni a munkát. Este 11-kor várunk mindenkit egy tábortűzhöz, amit majd este be fogunk hirdetni, hogy hol és mikor. Igen. Ebéd lesz 12 órától 13 óráig. Az újonnan érkezőknek hirdetem, hogy csak az első fél órában lehet átvenni az ebédet, úgyhogy fél egyig ezt vegyétek át, kérlek. Regisztrációs időpont 11.45-től 12.45-ig. Aki még nem regisztrált, azt tegye meg, mert ez a feltétel annak, hogy ebédet kapjatok. A diákkörvezetők közösen fognak étkezni, úgyhogy majd keressétek meg egymást az étkező bejáratánál, illetve a Soproni és a Győri diákkörösök szintén keresik meg Rudit és egymást, illetve Levente, téged is kérlek, hogy majd csapódj hozzájuk. A holnapi úrvacsorával kapcsolatban kell néhány dolgot megbeszélnetek. Igen. A ebéd után lesz lehetőség imádkozni és elcsendesedni
az Isten előtt, aki szeretne, és ennek a témája a közgyűlés lesz. A közgyűlésért fogtok imádkozni, illetve közben járni, és ennek vége is lesz a közgyűlésig, tehát hogy nem zárjuk el kettő egymást. A harmad stand és a Megdesz stand ma is nyitva lesz. Itt láthatjátok az időpontokat, hogy mikor. A kártyás fizetésre is lesz lehetőség a mai nap folyamán. Délután 12.30-tól 13.30-ig, illetve 16 órától 18 óráig ez a második szemináriumi, illetve a mai szeminárium idő alatt is nyitva fog tartani a Megdesz és a harmad stand, illetve 18.30-tól 19.30-ig. És most kérlek, Levente, hogy a szabadnapos standról mondj néhány szót. Sziasztok, próbálok gyors lenni. Nem tudom, hogy hányan vettétek már észre, de a kávézóban, a Megdesz standnál van egy szabadnapok stand is. Egy asztalra kipakoltunk szabadnapos dolgokat, amik jók, és igazából ott van... Hát sok minden, plakát, szórólap, információ az eseményekről, pólókat is meg lehet nézni, meg lehet próbálgatni a méreteket. Ezt nyugodtan bármikor, ehhez nem kell várni emberre, hogy ott legyen egy szabadnapokos szervező, aki elmondja, hogy akkor hogy is van, meg ilyesmi. És van egy feliratkozó lap is, különböző feladatokkal, önkéntességgel az egyes heteken, a második összbudapesti hétre, lehet feliratkozni bizonyos önkéntességi feladatokra. Fel lehet iratkozni akkor, hogyha szeretnétek segítséget kérni a szervezőktől, mondjuk abban, hogy mit is szervezzetek az első héten a saját diák körötökön. Fel lehet iratkozni akkor, hogyha ötletetek sincs arról, hogy mit csináljatok, de szeretnétek valamit csinálni, és arra is fel lehet iratkozni, hogy segítsetek a harmadik héten a vidéki egyetemek szervezésében. És ezt mi abban tudjuk megkönnyíteni nektek most, hogy 13:30 és 13:30 között, az ebéd és a közgyűlés között lesz egy-egy szervező a szabadnapok standnál, aki segít nektek ezekben kérdésekben, információ átadásban, lelkesítésben. Úgyhogy látogassátok meg a szabadnapok standot egész nap. Hajrá! Köszi! Köszi, Levi! Köszi. A szabadnapokról csak annyi, hogy ez tavasszal lesz egy evangelizációs programsorozat a Megdesz szervezésén belül, de ebből majd este még lesz szó, hogy több mindent megtudtok majd róla. Illetve amit elfelejtettem mondani, hogy a közbenjárás, az ima és a dicsőítés a közgyűlésért az a művészszobában lesz, amit az első szinten, tehát a földszinten találtok meg, a pingpongteremtől még balra. Még a mai nap folyamán is lesz lehetőség ilyen segítő beszélgetésre, amit ott az info táblánál tudtok majd erre feliratkozni. Az ima szolgálatot hirdetjük, ami ma este is lesz. A szabadnapok standról már ugye beszéltünk, illetve a szemináriumi sávra, arra most 14 óráig tudtok feliratkozni. Kérlek benneteket, hogy addig tegyétek meg, hogy ami érdekel titeket, azt nézzétek el, olvassátok végig, illetve találtok még információkat a 13. és a 14. oldalon. Közgyűlés, amit már sokszor mondtunk, úgyhogy még most is mondjuk, hogy gyertek 13.30-tól. Szintén még ugye az állandó programok, az imaszoba, a művészszoba, pingpong, darts, ezt mind megtaláljátok ugye lent a földszinten, amint mondtunk. Még mindig van ez a selfies Petrával, Péterrel és Kéfessel, úgyhogy töltsétek fel a képeket, küldjétek el nekünk a képeket, illetve még a kávéház is ugyanúgy üzemel, szintén a programfüzetben tudjátok megnézni, hogy mikor van nyitva. A vacsora ugyanúgy, mint az ebéd, olyan rendszerrel működik, hogy csak az első fél órában lehet átvenni az ételt. Ez 18-tól 18.30-ig lehetséges, de az étkezésre egy óra van hagyva 7 óráig. Az esti plenáris alkalomra 19.30-kor találkozunk itt, és az egész esti alkalom végét meg fogjuk koronázni egy Megdesz faktorral, ami egyébként a téli táboroknak az egyik fénypontja szokott lenni, a közgyűlés és szerintem az úrvacsora mellett, így ez a három. Még egy gyors információ, hogyha jól tudom, a 112-es szobának a kulcsa hiányzik, hogyha valaki véletlenül megtalálja, vagy felfedezi valahol, akkor azt léci tegyétek bele oda a kosárba, mert ők most egy kicsit aggódnak, hogy nincs meg. Melyik kosárba?
ami ott van a regisztrációnál. Ott, ahol átvettétek a szoba kulcsokat, ahol beregisztráltatok, ott lesz egy kis kosár, és oda tudjátok betenni, hogyha valaki éppen ezt felfedezi. Úgyhogy szerintem mi most ennyik voltunk, és most pedig a formáló csoportoknak jön az ideje.